Ez a Pannon Televízió esti híradója. Köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 27-e van Gáspár névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Anna Bruna Bütyöt bízta meg a kormányalakítással Alexander Vučić. Elhunyt Monsignor Slavko Vecserin, Szabadkai megyés püspök. Vasárnap útlezárások lesznek a szabadkai félmaraton miatt. 21 órakor kezdődik az egy héttel elhalasztott ünnepi tűzijáték Budapesten. Anna Bruna Bütyöt bízta meg a kormányalakítással Alexander Vučić. A köztársasági elnök a választási listán képviselői meghallgatása után javasolta a parlamentnek a miniszterelnök jelöltet. Anna Bruna Bütyö az államfő bejelentése szerint nem tölti ki majd a 4 éves mandátumot, 2024-ben átadja tisztségét másnak. A döntés összetett és bonyolult volt, mind párton belül, mind a koalíciós partnerekkel, mondta Alexander Vučić. Hozzátette, számos személyi változás lesz a kormány összetételében. Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsednika vlade. Odluku ćemo dostaviti Narodnoj skupštini Srbije i stupa odluka na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Ana neće biti 4 godine predsjednik vlade, taj mandat neće trajati kraće, doći će do promjena u vladi u 2024. godini, ali je veoma važno da ona ostane predsjednik vlade da bismo mogli da nastavimo i da užurbano radimo na rešavanju problema za jesen i zimu ove godine. Miloš Vučević amellett, hogy a kormány alelnöke lesz, nagyon fontos szerepet kap az új kormányban, mondta az államfő. Vučić hozzátette, Ivica Dačića fontos miniszteri és miniszterelnök helyettesi tisztségek mellett a biztonsági szolgálatok koordinátori posztját is betölti majd. Az államfő az előttünk álló korlátozásokról is beszélt. Mint mondta, Szerbia évente 3,2 milliárd köbméter gáz használ el, ebből 2 milliárdot vesz az oroszoktól, köbméterenkénti 400 dolláros áron, amiért 800 millió eurót fizet az ország. Koszovó kapcsán megjegyezte, a kormány kész kompromisszumra, de a tárgyalások egyelőre sikertelenek. Za nas je važno da Srbi sa Kosova i Metohije sa dokumentima Republike Srbije mogu da se kreću, da ulaze i izlaze sa teritorije Kosova i Metohije. I mi smo spremni da izdamo jedan opšti disclaimer u kojem bi pisalo, dakle mi smo spremni. Mi danas prihvatamo njihova dokumenta uz taj disclaimer. Spremni smo da ga istaknemo na administrativni prelaz u skladu sa onim što je potpisano, ali imamo jedan uslov i zato nije došlo do dogovora, čekamo garantije Evropske unije. Arra az újságírói kérdésre, mi szerint Sinisa Mali újra megkapja-e a pénzügyi tárcát, a szerb államfő úgy válaszolt, hogy Európában kevesen rendelkeznek olyan jó pénzügyminiszterrel, mint Sinisa Mali. Megszületett a megállapodás Szerbia és Koszovó között, erről írt Twitter bejegyzésében Josep Borrell szombat délután. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, hogy megkapta a pristinai vezetéstől az ígért garanciákat. Az egyezség értelmében Szerbia eltörli a be- és kilépési okmányokat azok számára, akik koszovói iratokkal közlekednek. A koszovói vezetés pedig garantálja, hogy ők sem vezetnek be hasonló lépéseket azokkal szemben, akik szerbiai iratokkal rendelkeznek. Elhunyt Monsignor Slavko Vecserin, szabadkai megyés püspök, rövid és súlyos betegség után 66 évesen szentségekkel ellátva papságának 40. püspökségének második évében adta vissza lelkét teremtőjének, írja tájékoztatásában a Szabadkai Egyházmegye. Slavko Vecserin pénteken az esti órákban a Misericordia idősek és ápolást igénylők otthonában nagy kikindán hunyt el. Monsignor Slavko Vecserin 1957. június 6-án született Szabadkán.
1983. augusztus 14-én szentelték pappá. Az évek során Zomborban, Bajmokon és Szabadkán is szolgált. Szubjektív című műsorunkban elmesélte, már kisgyerekként érdeklődött a hit, a templom iránt, és eldöntötte, pap szeretne lenni. Szülei kérésére azonban mégis a szabadkai gimnáziumba iratkozott, és matematikai szakon folytatta a középiskolai tanulmányait. Mentem buszba, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy te akartál valamikor pap lenni. És tudom, hogy mikor egy kicsit hátra néztem, hát mondom, éppen nem nagyon legalkalmasabb erre, és de mondom, majd még próbálok. És így jött ki, jelentkeztem akkor a püspöknek, és mondta, hogy ajde, próbáljunk, menjünk, akkor már elindult ez a folyamat. Filozófiai és teológiai tanulmányait a zágrábi katolikus teológiai fakultáson végezte. Pappá szentelése után többek között káplánként, plébánosként, levéltárosként és titkárként is tevékenykedett Vajdaságban. 2004-ben Ákos monostori apáti címmel, 2006-ban pápai prelátusi címmel ruházták fel. 2011 és 2016 között a szabadkai Szent Kút rektora volt. Amikor eljön az ember egy kegyhelyre, akkor jön egy valami szándékra, egy imádságos lélekkel. Megteszi valamilyen nehézséget, hogy zarándokoljon, hogy kimenjen a városból, és akkor valami bánt őt, és elmenjen egy valamilyen nyugalom helyre, és hogy tudjon imádkozni, valamit kérni, ottan most Szentkútnál, Szűzönyánál, és akkor mindig törődtem, hogy valami olyan lelki program legyen, hogy az emberek, akik kijönnek ottan, akkor valahogy, hajde, idézőjelekbe, de nem is idézőjelekbe, meggyógyuljanak, és jót érezzék ott magukat. Szlávko Vecserint 2020-ban szentelték Szabadka megyés püspökévé. Beiktatását a Pannon RTV élőben közvetítette. A szabadkai egyházmegye Isten irgalmába ajánlja elhunyt főpásztorát, arra buzdítva minden hívőt, hogy imádkozzanak lelke üdvösségéért. A szezonális influenza elleni védőoltások október 1-én érkeznek Szerbiába. A Batut Közegészségügyi Intézet tervének megfelelően a 4 komponensű influenza elleni vakcinából összesen 373.360 adag lesz elérhető, közölte a Köztársasági Egészségbiztosítási Pénztár. Szanya Radojevic Škodrić, a pénztár igazgatója elmondta, hogy a 4 komponensű a legjobb minőségű Sanofi Pasteur oltóanyagot vásárolták meg. Vasárnap a szabadkai félmaraton miatt 9 és 14 óra között ideiglenesen lezárnak egyes utcákat Szabadkán. Idén valamivel több mint 2000 résztvevőt regisztráltak. A biztonságuk és a versenyek lebonyolítása érdekében ideiglenesen lezárják a szűk és tágabb belváros utcáit, valamint a Rádics-Fivérek utca egy részét. 9-től 14 óráig le lesz zárva a teljes Gyúró-Gyákovics utca, a Maxim-Gorki út, a Rádics-Fivérek, a Nádadímigy, egy része a teljes Trostmájer utca és a Tito Marsal Sugár út, a Matko Vukovic, a Petőfi Sándor és a Zmáj Jovina egy része. A félmaraton miatti lezárások a buszjáratok menetrendjét is megváltoztatják. Ma este 9-kor kezdődik az egy héttel elhalasztott ünnepi tűzijáték Budapesten. Több mint 70 helyről lövik majd fel a rakétákat, de lesz fény és drón show is. A tavalyi pirotechnikai show volt az első, ami egy történetet mesélt el. Ezt a hagyományt folytatják ma is. A tűzijáték előtt a Magyar Honvédség gripenjei kötelékben repülnek majd a Duna Parlament és a Lánchíd közötti szakaszán. A 21 órakor kezdődő tűzijátékot a Pannon televízióban is megtekinthetik.
5 találat is érte éjjel a zaporizsiai atomerőművet, továbbá 9 tüzérségi csapást mértek Energodár városának külterületére az orosz megszállók. A támadások a zaporizsiai atomerőmű közelében történtek. A Harkivi régióban az orosz csapatok továbbra is légi támadást mértek több településre is, jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara. Eközben a brit királyi haditengerészet kiképzi az ukrán hadsereget a tengeri aknák felderítésére alkalmas új víz alatti drónok használatára. A felszerelés lehetővé teszi a haderő számára, hogy megtisztítsa partjait a robbanó anyagoktól, amivel megkönnyítheti a gabona exportálás zökkenőmentességét Ukrajnából. Új kenyérünnepet és a diós települések 12. nemzetközi találkozóját tartják ma Zentagunarason. Az egész napos rendezvényen többen között főzőverseny, labdarúgó torna, kézműves vásár, gyermekprogramok, diós sütemények versenye, művelődési műsor, este pedig koncertek várják a helyieket és a vendégeket. A bográcsokban birka pörkölt rotyogott a zentagunarasi focipálya mellett. Családok, baráti társaságok érkeztek a főzőversenyre. A nyárzáró utolsó bulit itt tartsuk meg, mi orvosi fiatalok összegyűlünk, jól érezzük munkat, megpróbálunk főzni, egy jó tenni, és akár arra is számítunk, hogy egy nyereményt is nyerjünk a nap folyamán. Zentagunaras neve szerbül Novo Orahovo, ami tükörfordításban új dióst jelent. A diós települések nemzetközi találkozóját ezúttal itt, Vajdaságban szervezték meg. A süteményversenyre sorban érkeztek az incsiklandó édességek, hiszen Zentagunarason nagy hagyománya van a diótermesztésnek. Vannak fájaink, 4-5 fa is, és nagyon-nagyon szeretem a diós süteményeket készíteni is, a családom is nagyon szereti fogyasztani is, és még a diós tortákat külön élvezem csinálni. Most is egy diós kosárra rukkoltam ki. A diós települések találkozóján idén 7 település vesz részt, standjaikon bemutatják értékeiket, hagyományaikat. Gál Lajos, Gyenes Diás polgármestere 12 éve álmodta meg a rendezvényt, melynek minden évben más-más falu ad otthont. Amikor útjára indítottuk a vándordiót, ami aztán anyaországból kigurult Külhonban, az volt a célunk ezzel, hogy a magyar-magyar kapcsolatot erősítsük. Erősítsük azt kulturálisan, gasztronómiai értelemben, és minden olyan jellegű szempontrendszer szerint, ami a közösségek révén egy erőt ad. Zentagunarason 21. alkalommal szervezték meg az új kenyérünnepet. A Jézus az isteni megváltó katolikus templomban tartott szentmisén megszentelték és felvágták az új kenyeret, majd gyalogos menettel vitték a nyári színpadhoz. Zentagunarast Fremond Árpád parlamenti képviselő köszöntötte. A település életében az új kenyér jelenti az életet, a megújulást, az újrakezdést, mondta megnyitó beszédében Fekecs József, Zentagunaras tanácselnöke. Mivel, hogy Zentagunaras mezőgazdasági falu, tehát a népesség 80-90% a mezőgazdaságból próbál megélni, boldogulni. Tudjuk azt, hogy milyen aszályos évnek vagyunk utána. Hálás köszönet a termelőknek, hogy mégis kitartottak, termeltek és minél jobb eredményeket próbáltak elérni. Az egész napos rendezvényen a falu apraja nagyja részt vett, többek között labdarúgó tornát, kézműves vásárt, koncerteket és gyerekprogramokat is szerveztek. Fegyver és vadász kürt bemutató, valamint főzőverseny is várta az érdeklődőket ma a Magyar Kanizsai 4. vadásznapon. Emellett a Pannon Rádió műsorvezetői is a helyszínen voltak, ahol terepi műsorral örvendeztették meg a hallgatókat. A kellemes időnek köszönhetően sokan látogattak ki a rendezvényre. A vadásznapon a legnépszerűbb program egyértelműen a vadhúsfőzőverseny volt, ahol 52 csapat mérte össze tudását a helyi Tisza parton. A csapatoknak a húst a szervezők biztosították, utána pedig mindenki legjobb tudása szerint készítette el. Készült őz, szarvas és vaddisznó pörkölt is. Őzpörköltet fogunk készíteni, és akkor most körülbelül olyan felesbe vagyunk. Hogyan kell készíteni egy jó őzpörköltet? Mi a titka? Hát ennek titka van, azért titok. Tehát tulajdonképpen én úgy szoktam csinálni, hogy először ledinszölöm a húst, akkor kiveszem, utána a hagymát, paprikát, paradicsomot össze, és úgy teszem vissza a húst bele.
A vadásznapra a Pannon Rádió műsorvezető is ellátogattak, akik a résztvevőkkel, vadászokkal is beszélgettek. Izgalmas beszélgetésekkel készülünk, bemutatjuk magának ugye a vadásznapnak a szerepét, illetve milyen programok találhatóak itt. Beszélünk Magyar Kanizsa turizmusáról, ugye, ami évről évre egyre fejlettebb, a látnivalókról, beszélgetünk sólymászatról, mindenféle vadászfelszerelésekről, be is mutatjuk ezeket, úgyhogy egy izgalmas nap elé nézünk. A rendezvény elsődleges célja, hogy népszerűsítse a vajdasági szerbiai vadászatot, és bemutassa mindazt a tevékenységet, amivel a vadászok foglalkoznak. A vadászat népszerű vajdaságban maga vadász kultúra az, ami egy kicsit arra szorul, hogy feljebb kellene emelni. Gondolok erre a vadászkürtől kezdve azok a hagyományok, amik esetleg a germán-magyarországi hagyományokat bevezetni, itt a teríték átadástól kezdve sorolhatnánk még nagyon-nagyon sok mindent. A program részeként kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások is várták a látogatókat, de egy magyarországi együttesnek köszönhetően a hagyományos vadászkürt bemutató sem maradt el. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Augusztus utolsó hétvégéjén is marad a kánikula. Gól nélküli döntetlen a vajdasági rangadón. Megérkeztek Szabadkára a Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúra résztvevői szombat délelőtt. Az esemény, mint minden évben, most is Szabadkai Városnapi programsorozat része. A kerékpárosokat érkezésük után a Szabadkai Városházán fogadták ünnepi műsorral és kisebb koncerttel. Megérkeztek Szabadkára a Barátság kerékpártúra résztvevői. A több mint 100 kerékpáros között volt Fodor Imre is. Egyedül is jó kikapcsolódás, úgyhogy egy nagyon jó levezetés a napi zsivajból, gyorsaságból, a munkából, úgyhogy egy jó kikapcsolódás. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. Ha csak tehetem, minden évben részt veszek ezen a kerékpártúrán. Egyrészt azért, mert szeretném, hogyha a történelmünket ápolnánk, másrészt azért, mert szeretem magamat próbára tenni, és jó a társaság, és kiváló velük együtt tekerni. A kiskunhalasi kerékpárosok egyébként 2011 óta minden évben augusztus végén Szabadka napját megelőzően látogatnak el az Északbácskai településre. A mozgalom célja a közösségépítésen kívül, hogy tovább fejlesszék a kerékpáros közlekedés Kiskunhalas és Szabadka között. Minden évben augusztus végén van egy ilyen barátság kerékpártúra, amikor a kiskunhalasiak Szabadkára tekernek. Ezzel is erősítve a két város közötti kapcsolatokat. És hát mondhatnám azt is, hogy talán ez a legerősebb kapocs, amikor 170 bringás jön el Szabadkára. Király Gábor, az esemény szervezője, elmondta, büszkék arra, hogy évről évre nagyobb népszerűség övezi a kerékpártúrát. Az emberek kipróbálják magukat, hogy ekkora távot le tudnak-e tekerni, mindenféle különösebb probléma nélkül, és úgy néz ki, hogy igen. Igaz, hogy nem versenyzők vagyunk, hanem egyszerű turisták tulajdonképpen, és nem olyan egyszerű ezt megcsinálni, kis edzés is kell hozzá, előedzés, de aztán úgy néz ki, hogy eddig még legalább soha nem volt olyan probléma, ami egészségügyi vagy más jellegű probléma lett volna, hogy ezt valaki ne bírta volna. Persze vannak, akik bátortalanok, azokat erősíteni kell mindig egy kicsit. Szabadka májusban viszonozza a találkozót, amikor is majd a szabadkai kerékpárosok látogatnak el Kiskunhalas városnapjára. Bicskából nem volt hiány az első csantavéri Bicska és kézműves fesztiválon. Bicska kiállítás és Bicska szépségverseny, valamint főzőverseny, kirakodóvásár, kultúrműsor is volt a rendezvényen. Juhász Bicska, cakli, szalonnázó, náder. Csak néhány bicskafajta, amelyet kiállítottak az első csantavéri Bicska és kézműves fesztiválon. A hagyományos bicskák mellett sok érdekes kinézetű és formájú szerszám is helyet kapott. Varjú Adorján például surlódó záras bicskákat állított ki. Mindeniket úgy csinálom, hogy a saját kezemhez ideális legyen.
és ez mind megfelel a többi embernek is, mert tehát nem egy olyan díszkés, hogy most nem tudom milyen extra kialakítása, hogy a szépet mutassa, hanem hogy használatra lehessen használni, hogy jó feküdjön a kézbe, jó vágjon, tehát hogy mindenre lehessen használni, amire elő van gyártva. Kirakodóvásár is várta a nézelődni vágyókat. A topolyai Tóth Bagi Ilona férjétől sajátította el a bicska készítés rejtélyeit, és már 60 éve foglalkozik ezzel. Asztalán többfajta bicska hevert. Egy fazont, na mindez, ez, még az, még ez, háromféleképpen tudom még elkészíteni ezt a fazonú bicskát. De tulajdonképpen mindent el lehet készíteni, mert ezt is kétféleképpen csinálom. Most ez van készen. Úgyhogy vannak részbetétesek, ezek a részpaknissak, ezek különkül fúrasztani a pakniaikat a platinára. Úgyhogy sok munka van benne. A fesztiválon kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a maguknak megfelelő programot, hiszen főzőversennyel, gyerekfoglalkozásokkal és kultúrműsorral is készültek a szervezők. Egy olyan alapból indultunk ki, hogy a környező helyiséghez képest Öncsantán relatív szűkebb körben volt eddig rendezvények, voltak próbálkozások és jók is lettek, és akkor minden csinálunk még plusz valamit, ami nagyon csantavéri, és akkor így lassan állt össze, tehát az alapot, tehát először egy ilyen kézműves kiállítás volt, és aztán mellett közben egyik szervezőnek jött az ötlet, hogy tegyük hozzá a bicskát, ami nagyon csantavéri, tehát egy olyan dolog, ami jellegzetes erre a helyiségre. A nap filmvetítéssel zárult. Nem mindennapi eseménynek, motonautikai rendezvénynek adott otthont a zentai Tiszapart. Az interaktív bemutatókkal tarkított esemény nem eltitkolt célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos vízi közlekedésre, egyben megismertesse a fiatalokkal ezeknek szabályait. A rendezvényen résztvevők elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatták a vízi robogó működését. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség az entai gyerekeknek, hiszen maga a rendezvény az 10 és 18 év közötti gyerekek részére lett meghirdetve, hogy egy olyan nem mindennapi élménnyel gazdagodjanak a Tiszán, amit talán máshol vagy egy tengerparton sajnos sokat kell érte fizetni. Úgyhogy az Enta Községi Önkormányzata ezért is tartotta fontosnak, hogy a nyárban okozzon a gyerekeknek egy élményt, és ezen kívül pedig valahol a strandot, illetve a Tiszát, a víziturizmust promotáljuk. Sokan vettek részt a már hagyományosnak számító Debellácsi nagyvásáron. A térség négy legnagyobb vására közül a mostani számít a leglátogatottabbnak. Debellácsi nagyvásárban sétálnak róla. Varga Ernő 25 év után tért vissza a Debellácsi vásárba. Elmondása szerint régen több jószágot árultak a vásáron. Kevesebb van, mint például 10-20 évvel ezelőtt, és azt a sajnálom, hogy nincsen több, mert a vásár úgy kell kinézzen, hogy mindenféle állat is legyen. Sajnos van egy néhány, amit nem tetszik, ez a bolhapiaci áru, ami az nekünk nem, vagyis az nem nagyon érdekel. Itten minket, mert hát az minden piacon van. Szúlyi Dragomir paprikatermelő szerint számukra nem az augusztusi vásár a legerősebb, annak ellenére, hogy ez számít a legnagyobb vásárnak a környéken. Za nas paprikare, što potrebno, ali u papriku za nas je dobar novembarski vašar, onaj zadnji. Tada već počinju svinjokolje i tada se više uzima paprike. I dobar je i onaj u martu, zato što ljudi jednostavno koji su uzeli u novembru, oni su potrošili do marta i onda opet budu mušteri i opet uzmu dosta. Jóvér László szerint az ország minden területéről érkeztek vevők és árusok is. A vásárra már kora reggel özönlöttek az emberek. Az az előnyenek a vásárnak, hogy ilyenkor legjobb az idő, mondjuk a márciusi vásárok is, ha nézzük anyagilag, meg lehet, hogy erősebbek, ettől biztos erősebbek, mert márciusban végezzük az évi előjelzés kifizetését, tehát helyfoglalását, és akkor világos, hogy aki akkor megvette az évi bérletet, az nem fogja most ismét megvenni. Tehát anyagilag az erősebb, de így számosságban, népességben, ez persze erősebb, mivel az időjárás is
ránk szolgált. Hát voltak idők, amikor bizony szétvertem az augusztusi vását, az eső, zivatal, stb. A tervek szerint a következő Debellácsi nagyvásár november első péntekén lesz megtartva. És most az időjárásról. A nyár utolsó hétvégén is marad a kánikula. Sok napsütés mellett elszórtan fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A legmelegebb órákban akár 33 fokot is mérhetünk. Vasárnap délután helyenként zápor is kialakulhat, de komolyabb csapadék nem valószínű. A hajnalok továbbra is frissek, maradnak reggelente 18-20 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Komolyabb lehűlésekre egyébként a jövő hét folyamán lehet számítani. Döntőbe jutott Győre László a Winston Salem-i keménypályás 250-es ATP tenisztornán. Az entai teniszező az elődöntőben 2 óra 20 perces játék után 7-6-7-6-os arányban nyert a svájci Marc-Andrea Hassler ellen, és bejutott a fináléba, ahol a világranglista 65. helyén álló francia Adrien Mannarino lesz az ellenfele. A döntő európai idő szerint 23 órakor kezdődik. Szoros küzdelmet, kemény párharcot hozott a Spartacus és a TSC összecsapása a szerbiai labdarúgó szuperliga 8. fordulójában. A vajdasági rangadó 0-0-ás döntetlennel ért véget. Az első félidőben a topolyai csapat többet birtokolta a labdát, és néhány gólszerzési lehetőséget is kialakítottak, de azokat nem sikerült értékesíteniük. A szabadkai Spartacus az első játékrészben főleg távolról próbálkozott, de a lövések elkerülték Filipovic kapuját. A folytatásban is a topolyaiak irányították a mérkőzést, 12 lövésükből 5 találta el a Spartacus kapuját. A TSC-nek 8 forduló után 13 pontja van, amivel jelenleg a 3. helyen áll a Szuperligában. A szabadkai Spartacus egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, ők 10 ponttal 8-ak a bajnoki táblázaton. És a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Anna Brnabicot bízta meg a kormányalakítással Alekszandr Vučić. Elhunyt Monsignor Slavko Vecserin, szabadkai megyés püspök. Vasárnap útlezárások lesznek a szabadkai félmaraton miatt. 21 órakor kezdődik az egy héttel elhalasztott ünnepi tűzijáték Budapesten. Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk továbbra, és 21 órától élőben közvetítjük a budapesti ünnepi tűzijátékot. Nagyon szép estéjük, viszontlátásra!